Több tízezren emlékeztek a horvátországi Vukováron arra a napra, amikor 1991-ben a település 3 hónapos ostrom után megadta magát a jugoszláv hadseregnek. A menet több kilométer hosszú volt. Az évek során Vukovár a horvát függetlenség és a délszláv háború pusztításának szimbólumává vált. 28 évvel ezelőtt a települést elfoglaló szerb csapatok rengeteg civilt megöltek, holtesteiket pedig tömegsírokba temették. Gordán Jandroković, a horvát nemzetgyűlés elnöke szerint Szerbiának meg kell nyitni a archívumát, és meg kell mutatnia, mi történik. Az az elv, amely mentén Szerbia halad, nem jó, nem segíti a megbékélést a térségben, mondta. A város eleste után a szerb erők több száz katonát és civilt mészároltak le, és tízezreket deportáltak. A Vukováron elkövetett háborús büntettek miatt később a jugoszláv néphadsereg több vezetője is bíróság elé került.